Sziasztok, Andi vagyok, és itt van velem ma Réka. Sziasztok! 1000 év után el se hiszem, hogy annyira rég csináltunk ilyen leülős, közös videót együtt, és szerintem a mai az egy nagyon kis izgalmas, szerintem mélyebb témájú beszélgetés lesz, mert a fiatalkori függőségek témaköréből fogunk szemezgetni, és itt nem csak a alkohol, drog, cigaretta, szóval nem ezek, amikre alapból gondolna az ember, hanem szerintem a mostani fiataloknak, mi már öregek vagyunk, nem, szerintem a mostani tiniknek a média használat, a média fogyasztás, a közösségi média, szóval rettentő nagy hatással van az életükre, életünkre, és ettől abszolút egyfajta függőség ki tud alakulni, nem merem megnézni a képernyőidőmet. Szerintem. Amúgy sajnos tudom. Mennyi? 7 óra. Jézusom. Jó. De abban benne szerint a GPS használat ezt is. Ezt akartam mondani. És nagyon sokat vezetek. Ezt akartam mondani, hogy én is azzal nyugtatom magam, hogy szerintem nekem is ilyen 6 óra biztos, hogy van. Plusz azért vegyük úgy, hogy nekünk ez munkaeszköz, szóval egy kicsit más. Csak hogy nyugtassam magamat. Próbáljuk magunkat. És igazából egy Control nevű kártyajátékkal fogunk játszani, amin különböző kérdések vannak, beszélgetésindító kérdések, amik ezt a témakört feszegetik, és én nagyon-nagyon szeretem az ilyen jellegű kártyajátékokat, amikor akár egy baráti társaságban, akár ketten, barátoddal, barátnőddel nagyon-nagyon jó kis témák. Hát meg arra is jó, hogyha valakikkel nem ismered annyira jól, nem ismertek annyira jól egymást, akkor bedobtok egy ilyen játékot, és ugye beszélgetést indít el Igen. az egész. Meg szerintem az is fontos, hogy tudjuk, hogy unblock a függőségek témaköre, az nem egy tabu téma, és hogyha valaki úgy érzi, hogy ez neki problémája, akkor ez is segíthet abban, hogy kibontakozzon egy olyan beszélgetés, ahol őszintén tudnak neki a barátai segíteni, vagy kiderül, hogy jaj, ez nekem is problémám, és akkor kevésbé érzi magát esetleg úgy rosszul, vagy ilyesmi. És valószínűleg ez történne egyébként. Igen, úgyhogy most ebből a kártyából fogunk húzni. Szerintem 3-at, de majd meglátjuk, hogy De mind a ketten megválaszoljuk, és ezt a kontrollkártyajátékot tudjátok online és offline is játszani, le tudjátok tölteni és kinyomtatgatni, mint ugye ezeket, és itt találjátok meg, de a linket berakom a leírásba is, úgyhogy szerintem kezdjünk is neki. Kicsit megkeverem, bár nem tudom miért amúgy, de igazából tök mindegy. Igen, akkor húzz először egyet. Van hobbid, például sport, tánc, festés, írás, múzeum, színház, stb. Hát van. Igen, igazából a válaszunk szerintem hasonló lesz. Hát a sport az abszolút, nekem kisgyerekkorom óta a sport az végig kíséri az életemet. Úsztam versenyszerűen, táncoltam 10+ évet, hát ugye a lovaglás, úgyhogy jóga, kondi, és ami most fixen van az életemben sport, direktben sportszerűen, az a lovaglás. És hát más hobbi, hát például ugye filmezés, fotózás, ami így a médiával kapcsolatosak, barátokkal lenni. Te jössz? Úristen, hát nekem egyébként hasonló, mint Andinak, mert ugye én is gyerekkorom óta mindig sportoltam, de amit fixen csinálok most jelenleg, ugye az nekem is a lovaglás. Igen. És a másik nagy szenvedélyem ugye az a zene, ami ugye egyben a hobbim is, és most már lassan ott tartok, hogy a munkám is. Ez így van, nem úgy, lassan ott hát, tartasz. És tulajdonképpen ugyanúgy hobbimnak tekintem a videózást is, de az is most már, és az is a munkám. Szóval... De ez a jó, amikor a hobbi az és ezt akartam kihozni belőle, hogy és azért én nagyon örülök neki, hogy a hobbim, a munkám, és ezekkel foglalkozhatok nap, mint nap. Következő. Hiszel. Mondjuk a tetejére. Ha bajban vagy, tudsz segítséget kérni? Kitől? Hát ez jó kérdés. Ja, tudok. Szerintem igazából ez attól függ, hogy milyen jellegű baj, vagy hogy mondjam, mert például amikor mondjuk ilyen magánéleti dolog volt, akkor igazából annyira éreztem, hogy mindenki, a barátaim, a családom ott áll így mögöttem, mellettem, és így támogatnak, és ez nagyon-nagyon jó érzés, meg az is, hogy tudom, hogy meg tudok nyílni nekik, hogy neked például, hogy nem érzem azt, hogy nincs olyan, amivel ne fordulhatnék így bárkihez, vagy nem is bárkihez, hanem így. Szóval van olyan, igen, szóval van olyan, akihez tudok fordulni, hogyha valami nagyon nagy gond van, úgyhogy szerintem így a család, meg a baráti kör, ezeket tudom mondani. Nekem is rögtön ez ugrott be. Igen. És ugye mondtad, hogy attól függ, hogy mikor, mert vannak olyan helyzetek, hogy
most ez egy hülyeség, lerobbansz az autóval, akkor nyilván tudom, igen, hogy azonnal édesapámat hívom fel, de hogyha mondjuk egy párkapcsolati probléma, akkor azon inkább téged hívlak fel. Uh-huh. Szóval én is abszolút ugye a barátokra és a családra támaszkodom ez ügyben, és most szerintem ez valamennyire ide tartozik, hogy mikor ugye nekem a suliban volt ez az a zaklatásos szituáció, uh-huh, én akkor is jó volt, hogy tudtam a szüleimhez fordulni. Szóval szerintem bátran merjetek, hogyha bármilyen problémátok van, vagy bajban vagytok, akkor a szülőkhöz, vagy tényleg a közeli barátokhoz fordulni. Igen, és hogy merjetek, és hogy ne érezzétek emiatt magatokat, nem tudom, kínosan vagy... Igen, vagy meg nem ciki segítséget kérni, bármiről nem is legyen szó. Igen. Van olyan dolog, amit szerinted túlzásba viszel? Például túl sok evés, túl sok sorozat, túl sok insta, túl kevés alvás, vagy túl sok édesség, stb. Hát akkor most egy fél órát még itt leszünk szerint. Kettem, igen, mondom én. Szóval az első, ami eszembe jutott, a chips evés. Nagyon szeretek chipszezni, de még nem hiszem annyira túlzásba. Viszont aminek a függője tudok lenni, azok a sorozatok. Imádok sorozatot mm-hmm nézni. A másik pedig ugye a social media. Abszolút. Szóval engem főleg a TikTok nagyon be tud cippantani, és kb. Egy, van, hogy észre sem veszem, hogy egy fél órán keresztül csak két és fél órán keresztül. És szóval ezek, amik nagyon tudom, hogy ezeket túlzásba viszem, és ezen jó lenne, hogyha változtatnék, és igyekszem egyébként mostanában erre figyelni, de hát elképesztően nehéz. Igen, igen, főleg úgy, amit mondtál, hogy igazából így a munka része is ez. Bocsánat, bennem a túl kevés alvás. Oh. Az is igaz rám, túl keveset alszom, mondhatnék többet. Fú, túl sok. Igen, nekem is a közösségi média tutira, nekem is. Csak az, nekem picit olyan, hogy az azért kikapcsol, szóval amikor egész nap kattogok, pattogok ide-oda a városba és hazaérek, akkor nekem lehet, hogy valaki bekapcsol valami szappanoperát, de nekem az a kikapcsolás egy kicsit pörgetgetem. Egyébként ez igaz, én is akkor szoktam. Csak nyilván van egy olyan pont, ami után már azt mondom, hogy fú, ez talán egy kicsit sok, és hogy nem kéne ennyit. Na, ez jó. Mint hogy nehéz, de hogy tapasztaltad már magadon, hogy a társaság nyomására más döntéseket hoztál? Igen. Nem, ezt te is megválaszolod. Tudom. Szerintem ez tiniként ez olyan nincs, hogy ne lenne. Szóval, hogyha csak azt nézzük, hogy nem tudom, elmentek bulizni és nincs kedved inni plusz egy koktél. De így elveszek neked, tessék, gyere, olyan nincs, hogy nem iszol, de gyere már kocincsál már velünk és... Ez, szerintem nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy ez a szitu, ez a bulizós, piálós szitu, de biztos vagyok benne, hogy több ilyen is volt, akár az, hogy kinézetre, hogyha emlékszem, gimiben bementem egyszer egy csíkos harisnyába, ami nagyon-nagyon tetszett nekem, azt érzem, hogy fú, ez ilyen menő, szuperhősös, és akkor láttam, hogy így mindenki ilyen furán néz, és most ez nem szó szerint társaság nyomására úgymond, szóval nem ők mondták nekem, hogy jaj, hülyén nézel ki nemet fel, csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez nem oké, és le is vettem konkrétan egy két szünettel később, és végül anélkül voltam. Nem szabad. De én is ilyen voltam tiniként. Igen, én is rögtön erre gondoltam, hogy a társaság az annyi mindent befolyásol. Tehát, hogy most, hogyha csak így a... Szuszós. És nyugó ki akar jönni, de most nem jöhetsz ki. Tehát, hogyha csak én is arra gondolok, hogy egy bulira, hogy igen, nekem is volt olyan, mondjuk egyel több sátot ittam meg, amiatt, mert a mások mondták, hogy úristen, de még egyet, vagy olyan, hogy mondjuk volt egy hely, ahova nem akartam elmenni, de annyira fűztek, hogy de igen, hidd el, hogy jó lesz. Mondjuk egyébként jól is éreztem magamat utána, igen, csak hogy azt érezted, hogy ők nyomnak arra, hogy igen, hogy igen, menj. Igen. De az, hogy feltétlenül olyan döntést hozni, amit mondjuk megbántam volna a társaság miatt, olyan hál' Istennek nem volt az életemben, mert az túlságosan makacs és önfejű vagyok. És ez néha akkor jó tulajdonság. Néha jó ez, de tudom azt, hogy szerintem nagyon sok embernek van olyan, hogy rengeteg hülyeségbe belemegy, amiatt mert társaság most... Akár csak, hogyha filmekből vagy sorozatokból kiindulunk, ott vannak ugye tényleg akár a drog, a... Persze, meg akinek még fiatalabb korban, sőt, igazából most is, szóval fiatal kor, 30 éves koráig is, akár nagyon sokáig is formálódik az ember személyisége, persze, de nyilván tini korban még annyira rugalmas az, hogy te ki vagy, te mit szeretsz, a körülötted lévők alakítanak, és hogyha olyan emberek vesznek körül, akik beletolnak olyan dolgokba, amit nem feltétlenül lenne jó döntés, és lehet, hogy ezt tudod magadban mélyen, de elnyomod, mert hogy én a társaság része szeretnék lenni. Igen.
Szerintem ez abszolút jellemző, úgyhogy... Igen. Igen. Amúgy a játékban vannak olyan kártyák, amire rá van írva, hogy ez a kérdés csak neked szól, válaszold meg, a következő játékos pedig húzzon újat. És van ugye a körkérdés, amikor olvasd fel a kérdést és válaszoljatok rá mindannyian. Most mi nyilván mindenre mindketten válaszolunk, mert így videóban izgalmasabb, de vannak ilyen kártyák is. De húzzuk is a következőt. Mitől érzed jól magad a bőrödben? Ez jó. Hát amúgy... Most így, hogy 40 fok van odakint, és konkrétan leolvadunk szerintem így az ágyról. Igen. Így most attól érzem jól magam, hogy kicsit legyezem magam. Na jó, komolyra fordítva a szót. Én szeretem, amikor felöltözöm egy olyan outfitbe, amiben azt érzem, hogy így önmagam vagyok, amikor mondjuk, nem tudom, felrakok esetleg egy olyan sminket, most külsőségeket mondok, de van, amikor csak elindulok otthonról rohanva, és akkor nem feltétlenül érzem magam jól a bőrömben, mert ez a teljes csapzottság állapotába rohanok, és ezt így mostanában kezdem, jó, nem mostában, de hogy értem meg, hogy mennyit tudom úgy számítani az, hogyha egy minimálisat ráfordítasz arra, hogy öltözöl fel. Szerintem. Meg nyilván akkor érzem jól magam, amikor olyan dolgokat csinálok, amiket amúgy szeretek, legyen szó ugye hobbikról, lovaglásról, kirándulásról, barátokkal vagyok. Amikor olyan emberek vesznek körül, akikkel jól érzem magam, akkor én magam is jól érzem magam a bőrömben. Amikor önmagam tudok lenni. Igen. Egyébként szerintem ez egy borzasztóan nehéz kérdés. Igen, én is azt hittem, hogy nem csak egyszerű lesz, és így... Mert hogy tulajdonképpen ugye ez annyi mindenről szól, hogy jól érzed-e magadat a bőrödbe általánosan. Tehát, hogy ebben a testben, amiben vagy, jól érzed-e magadat. És ez annyi mindentől függ, hogy éppen milyen a lelki állapotod. Persze. Mert nekem van olyan, hogy reggel felkelek éppen, és tök rosszul érzem magamat a bőrömbe, mert mondjuk úgy keltem fel, és van olyan, tehát, hogy smink meg minden nélkül, és van, hogy meg úgy kelek fel, ugyanúgy nézek ki, és mégis jól érzem magamat. Szóval ez lelki állapottól függ. De nekem is nagyon sokat hozzáad az, amikor felöltözök, tehát, hogy akár egy olyan felső, nekem például ugye akár így a hajszín is rengeteget hozzáad az egészhez, de amikor a legjobban érzem magamat a bőrömbe, az a színpadon van. Amikor énekelhetek, és mikor zenélhetek, és olyankor amúgy még jó, hogy mindig le vagyok sminkelve, amúgy kipirul az arcom már, hogy annyira boldog vagyok. De amúgy ez igaz, múltkor is, amikor voltattam fellépésed, így látszott, hogy akkor élsz leginkább, igen. És ezt így ez tök jó látni, mert ez tök motivál, hogy látom, hogy úristen, te is jól érzed magad, és akkor attól én is jól érzem magam. De akkor ez hat egymás. Abszolút. Úgyhogy igen, úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Ez egy nehéz. De jó kérdés. Erről is lehetne még órákat beszélni. Hát erről rengeteget lehetne. Szerintem ez az egyik legnehezebb dolog a mai világban, hogy jól érezd magadat a bőrödbe, úgyhogy ott van az Instagram, mindenki fajta különböző filter, rengeteg inger, rengeteg embert látsz nap, mint nap ugye az Instán keresztül. Mindenféle szóval... nyomás, a család, a tanárok, a világ, a továbbtanulásra, mindennek meg kell felelni. És meg hát önmagadnak is, szóval, hogy magadra sem szabad túl nagy nyomást rakni, szóval... Igazából hosszú távon szerintem az a legfontosabb, hogyha önmagadnak megfelelsz, és önmagadat szereted, akkor onnantól kezdve a többi nem számít. Így van. És az utolsó kérdésem. Akkor az nekem van, ugye? Igen. Szerinted mennyire befolyásolhatja egy társaság a viselkedésedet? Hát, hogyha ezt most nem úgy nézzük, mint azt, hogy ezt a nyomást, mint ami az előbb volt, akkor szerintem abszolút tudja, mert én is más, jó, nem változik meg a személyiségem, de máshogy viselkedem mondjuk, nem tudom, a családommal, máshogy viselkedem, ha mondjuk így ketten vagyunk, és máshogy viselkedem, ha mondjuk egy nagyobb baráti társaságban vagyunk, ahol mondjuk idegenek is vannak. Igen. Szóval szerintem ez abszolút befolyásolja azt, hogy kikkel veszed körül magad, meg ők mennyire fogadnak el, lehet, hogy a idegenekkel nem rögtön a legbolondosabb énemet adom, vagy igen. Nem tudom. Szóval nem változtatok a személyiségemet, csak még egy lépésre visszafogom lehet, amíg egy komfortos legyen mindenkinek. Vagy nem tudom. Szerintem ez, amit elmondtál, abszolút igaz. Tehát én például azt veszem észre, hogy mondjuk vagyok a zenészek társaságába, a tartalomkészítők társaságába, vagy ott van a lovardás társaság. Igen. Így általában ezekben szoktam mozogni. És mind a háromban más vagyok, pedig mégis ugyanaz, de igen. Ugye nyilván a zenészekkel ugye a zene a főirányzat, tök, nem tudom, sokkal felszabadultabb vagyok, mint mondjuk a tartalomgyártók körébe. Plusz az meg a másik, hogyha igen. Például én olyan vagyok, hogyha idegenek
vesznek körül nagyon, akkor én nagyon introvertált leszek. De közben, meg, hogy egy társaságban vagyok, akkor utána pedig én nagyon extrovertált tudok lenni, szóval ez ilyen furi. Igen, abszolút. Meg hogy érzem magam a legjobban. Szóval mit tudom, mondjuk lovardában senkit nem érdekel, hogy úgy nézel ki, mint aki nem tudom a trágya dombolni, ha most mászol ki, hogy nem tudom, szakad rólad a víz. Igen, hogy szakad rólad a víz, tiszta dzsuva vagy, mert pucolás közben minden is rád ment a lóról, és tök jól érzed magad, és imádod. Azt hiszem, az egyik legfelszabadítóbb társaság ilyen szempontból. Imádom, és én tényleg egyik legjobban akkor érzem magam, mert ott így akkora ilyen szabadságérzete van az embernek, meg hát állatok lesznek körül. Igen, meg nyugodt. Nekem az egyik legnyugodtabb környezet. Aztán, hogyha most csak azt vesszük, hogy például mondjuk a tartalomgyártók, mikor ugye eseményen találkozunk, ott sokkal ilyen feszültebb tudok lenni. De ezt igen, nem tudom, meg amiatt is van szerintem, mert ott ugye mindenki ugye fotóz, videóz, és ott egy picit úgy meg kell jelenni, vagy úgy igen, fel kell. Valahogy. Igen, akkor mindig azon mennem, jó, akkor ide most nem vehetem fel a izé kis farmeremet, amivel elmennék a lovardába, jó, akkor most fel kell öltöznem. Igen, nem állhatok így, vagy igen. Vagy nem állhatok, csak ez kicsit mint ilyen protokoll, hogy más. Igen. Igen. Ez, de szerintem mindenki másképp, de nem is feltétlenül viselkedsz, csak mégis egy picit más vagy társaságban, szerintem ez mindenkire igaz. Igen. Tehát biztos vagyok benne, hogy senki sem viselkedik ugyanúgy a szülei társaságában, mint a legjobb barátai társaságában. Hát ez vagy fix. A barátnője, vagy a pasi a társaságában. Szóval mindenkinek olyankor mindig egyfajta, nem szó szerint szerepbe vagy, csak hogy itt te a, nem tudom, lánya vagy XY-nak, itt, és ez hatással van rád, nyilván nem ez határoz meg téged, igen. Csak befolyásolni. Plusz ez meg olyan, hogy ugye a személyiségednek annyira sok része van, és annyira sok rétű a személyisége az embernek, annyira összetett, és pont ezek kijönnek ezeknél a szerepeknél. Igen. Szerintem kiveséztük. Igen, szerintem is. Amúgy ezek nagyon jó kérdések, meg én imádom őszintén, amikor egy társaságban ilyen témázások elindulnak, mert annyira sok dolog derül ki így a másikról, amit pedig úgy is, hogyha már ismerem ezer egyébként éve. Egyébként igen. És... Hát mondjuk én tudtam, hogy nagyjából miket fogsz választani. Jó, hát igen, de most ez nem ránk vonatkozik, de igen. Meg tényleg szerintem fontos, hogy ezekkel, szerintem ezek a kérdések is így egy olyan szintre tudnak hozni egy társaságot, ahol már ilyen nagyon egy ilyen elfogadott, nyitott légkör lesz. Igen. És hogyha utána még tovább beszélget az ember még mélyebb témákról, akár egymás problémáiról, akkor sokkal inkább érzi azt az ember, hogy akkor itt elmondhatom, hogy itt jó helyen van a... Megérzed azt, hogy nem vagy egyedül. Igen. Tehát, hogy nyíltan tudsz ezekről beszélni, és rájössz, hogy sok ember mondjuk hasonlóan gondolkozik, mint te, és onnantól kezdve tudod, hogy ja, akkor nem csak én gondoltam ezt. Igen. És ez szerintem ez nagyon megnyugtató. Igen. Úgyhogy arra biztatnánk titeket, hogy merjetek mélyebb beszélgetéseket is kezdeményezni bárkivel a baráti társaságotokból, vagy akár szüleitekkel, bárkivel, és nagyon jó segítséget tud ehhez szerintem nyújtani ez a kontrollkártyajáték, úgyhogy csekkoljátok majd le. És amúgy én ezt tökre elvesztem. Nagyon még tudnék beszélgetni még egy órát, meg egyébként az összes témánál azt éreztem, hogy még rengeteg mindent lehetne mondani. Igen, ez azért egy ilyen kis felszínkapargatása annak, ami amúgy ki tud ebből jönni. Úgyhogy írjátok. De társaságban ezt meg lehet beszélni. Abszolút. Úgyhogy írjátok meg, hogy mit gondoltok, akár hogy ti miket válaszolnátok ezekre a kérdésekre. És köszönjük, hogy itt voltatok, legyetek jók, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!